Üdvözlök, ismétel mindenkit! Látható, mint is csinál a képességgel. Sétálok kint a határba, és pedig nem tévét nézek, egyéb más digitális szórakozó ipart, hanem sétálok, ha van szabad időm rá, mint is ne, nem pedig egy tévét bámulva, vagy egy telefonon át nézegetve más embereket, hogy mit is csinálnak. Engemet a másik nem érdekel. Én a másikat egyszerűen nem érdekel, hogy mit csinál. Hogy sztár vagy filmekben szerepel, egy más mindent csinál, az engem nem érdekel. Nekem mindig valaki más valakit utánozni, soha van maga az egyéni fejlődés az annak. Nem pedig rászoktatni valamire, egyik legveszélyesebb rászoktatás maga a tévé nézés. Ha ön tévét néz, egyszerűen az agya annyira le fog butulni, hogy nem tud gondolkozni. Észszerű választásokat nem fog tudni hozni. És ez magának jó. Hát nagyon nem jó. Régebben ezen a területen és történelem is lesz benne. Itt az a területen régebben olyanok voltak, akiknél bűn volt. Ha nem tartasz be valamit, elő volt írva, az bűnt jelent. És ha nem tartod tovább be, ha mégis az, a pokolba jutsz. Hát, ilyenek voltak itten. Ezeknek a leszármazottja is vannak itten, akik ráerőszakoltatták a lakosságra kábel nézést. Ugyanazoknak a leszármazottjai. Akik annyira bűnösök, de nem mondja mi. Hát ez egy ilyen kicsit történelmi rész volt. És hogy vissza maga a tévé nézésre. Szóval, ha ön felcsavarja a tévét, lát egy virtuális világot. Nem a való világot fogja látni, hanem a virtuálisat, a kéleti önmagát. És önneve egészségtelen életmódot fog folytatni. De ez a társaság is, itt a elég sok kocsinyomot látok. Szoktak kint a vadászok vadászni. Nem, már ma, mert 7-e van. Ilyenkor nincsenek kint a vadászok. Szervetnék szerb ortodoxnál, inkább ortodox keresztényeknél. Nem kell összekeverni az ortodoxot az ultraortodoxszal, ahonnan származtak. Most megtértek Jézusba. Nem lehetnek mint vadászok. Te. Kevés rá a lehetőség. Összefutnák velük. Itt van a vadászok vadásznak, nem pedig tévét néznek.
ki a napsütésben. Kell el érni ilyenkor már a Zanaticát is. Testmozgás, nem pedig a tévé. Maga a tévé az káros. Több mindenki bebizonyította, hogy káros. Mindenkire káros. Nem csak a gyermekre káros, hanem a felnőttre is káros. Pénzkeresés ledolgozza a napi 8-10-12 órát, attól függően mekkora szükségletei. Minél tovább dolgozik, annál kevesebb felelősséget vállal magára. Szalagmunkás. Aztán a szalidejét meg elissza. Vagy eltévézzi. Itt kezdődnek a gondok, hogy nem valami jól működik az agykapacitása. Miért? Azért, mert ez a tévé megfertőzte az agyát. Ezzel úgy lehet vétekezni. Megfogjátok, hazaértek, és kidobjátok a tévét. Tisztában vagytok vele, maga a tévénézés káros. És egyszerűen nem kell többé tévé. Semmi szobába, semmi film, se sorozat. Mind-mind egészségtelen dolog, károsak. Virtuális, egyéb más minden okozója. Tévé károsabb, mint maga az alkoholfogyasztás. Ez így igaz? Köszönjük a figyelmeteket, szevasztok!